Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. Mondhatjuk, hogy a Samsung egyelőre befejezte az A-szériájának a bemutatását, ugye néhány hete megjelent a Galaxy A80 is. És úgy gondoltam, hogy ha már mindegyik telefonról készítettem egy videót a csatornámon, akkor készítek egy ilyen összegzést, és végigmegyek egyesével, hogy mit érdemes tudni a egyes telefonokról, mivel tud többet az egyik a másiknál, és személy szerint én kinek melyik készüléket ajánlom. Látjátok a telefonokon, hogy szinte mindegyik egy kaptafára készült, üveg előlapot, műanyag hátlapot kapunk, és mindegyik telefonban vízcsepp alakú szenzorsziget található a kijelzőbe. Ez alól egyedül a legújabb A80-as telefon kivétel, ugye ott már előugró kamerát kapunk, így a kijelzőben nincsen semmilyen zavaró tényező, tehát teljes kijelzőt kapunk, valamint itt már a hátlapot Gorilla Glass 6-os üveg védi. És akkor kezdjük a belépő szinttel. Ide tartozik az A10 és az A20e. A két telefon sokban hasonlít és sokban különbözik is. Egyforma processzor kaptak, valamint GPU gyorsítótárat, a belső tárhely is megegyezik, ami 32 GB, viszont azt jó, ha tudjátok, hogy az A10-esbe a dobozba került egy 32 GB-os memóriakártya. Ezen felül, ami különbség, az A20-ébe már 3 GB RAM van, valamint ebbe a telefonba került már új lenyomatolvasó. Kamera tekintetében mindkét telefon ugyanazt a főkamerát kapta. Annyi a különbség, hogy az A20-ébe már került egy széles látószögű is, valamint előlapon kicsivel jobb selfie kamera van, és az A20-ébe került NFC is, tehát mobilfizetésre is tudjátok használni. És hogy kinek ajánlanám ezeket a telefonokat? Az A10-et abszolút olyan embereknek, mondjuk idősebb korosztálynak, akik eddig nem nagyon foglalkoztak az okostelefonokkal, de szeretnének vele megismerkedni, és erre jó ez a körülbelül 46-48 ezer forintos ár. Benne van minden, ami kell, jól használható, kisebb alkalmazások futtatására teljesen megfelelő, úgyhogy az idősebb korosztály igényeit ki tudja szolgálni. Az A20-ét pedig olyan fiataloknak ajánlanám, akiknek nem olyan fontos ez a mobiltelefon, okostelefon világ, szeretnének egy jó használható telefont, tudjanak vele telefonálni, internetezni, és ha úgy van, akkor videót és fényképet is készíteni. Az A10, ahogy már mondtam, 46-48 ezer forintba kerül, az A20e az körülbelül olyan 57 ezer forint, tehát 8 ezer forintot kell ráfizetnünk. A következő kategória a Samsung Galaxy A40. Ebben a telefonban már Super AMOLED panel került, amit Gorilla Glass 3-as üveg véd. A kijelző felbontása itt már átlépi a Full HD-t, valamint a belső tárhelyünk 64 GB-ra, a RAM pedig 4 GB-ra emelkedett. Erősebb processzor került bele az előző kettő telefonhoz képest, jobb a főkamera és egy brutális 25 megapixeles selfie kamera került a telefonba. A GPU gyorsítótára pedig megegyezik az előző két telefonéval. A készülék ára az körülbelül olyan 66-70 ezer forint között mozog. Ezt azoknak ajánlanám, akik egy jó használható telefont szeretnének használni, elég memóriával, hogy ne lassuljon be hamar a készülékük. Ha megnézzük a következő telefont, ami a Galaxy A50, itt már még nagyobb kijelzőt kapunk, még erősebb processzort és GPU gyorsítótárat. A memória igaz maradt 4 GB, viszont tárhelyből már 128 GB-ot kapunk. Ez a telefon két nagy feature-rel rendelkezik az előző modellekhez képest. Egyrészt, hogy tripla kamera rendszer kapott, tehát a főkamera és a széles látószögű kamera mellé bekerült egy mélységkamera is, valamint az új lenyomatolvasót már a kijelző alá integrálták. Azt hozzá kell tennem, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a kijelző alá integrált új lenyomatolvasó, legalábbis ami az A50-be került, nem feltétlenül működik pontosan és gyorsan. Ugye ez még egy viszonylag új technológia,
valamint azt hozzá kell tenni, hogy ez az A50, ez nem a csúcskészülék, körülbelül 84-87 ezer forintért vásárolható meg, tehát valószínű, hogy ebbe egy picivel gyengébb érzékelő került, mint mondjuk a prémium kategóriás telefonokéba. És ezt a telefont szintén egy átlag felhasználónak tudnám ajánlani, de mondjuk úgy, hogy ez a plafon. Tehát ennél többre nincs szükség, benne van minden fontos technológia, amit ma 2019 és 2020-ban egy átlag okostelefon felhasználó valaha is használni fog. De aki nem éri be az A50-nel, azoknak tudom ajánlani az A70-et. Ebben a telefonban mindenen javítottak egy picit az A50-hez képest. Nagyobb 6,7-szoros kijelzőt kapott, erősebb processzort, a RAM itt már 6 GB, a tárhely, belső tárhely az maradt 128 GB, viszont a GPU gyorsítótár itt már Adreno, megjelenik a 4K-s videófelvételi lehetőség, a selfie kamera az már 32 megapixeles, amivel nagyon jó videókat lehet rögzíteni mondjuk vlogoláshoz, de ami igazán említésre méltó, az a brutális 4500 mAh-es akkumulátor. Egyik A-szériás telefonba sem került ilyen magas, vagy ilyen nagy milliampere-óra számú akkumulátor. És ez a készülék körülbelül 107 ezer forintért lehet a tiétek. Ez már az a kategória, amikor már tényleg kompromisszumok nélkül lehet telefonunkat használni, tényleg szinte bármire. És ha valaki abszolút a csúcsra szeretne törni, annak itt van a Samsung Galaxy A80. Ez már egy új dizájn kapott az előző modellekhez képest, ugye erről már beszéltem a videó elején. Itt nincs vízcsepp alapú szenzorsziget, tehát teljes bevágás nélküli kijelzőt kapunk. Az előlapot Gorilla Glass 3-as üveg védi, a hátlapot Gorilla Glass 6-os, viszont vezeték nélküli töltést nem támogatja a telefon. Ebbe a készülékbe még erősebb processzor került, valamint GPU gyorsítótár, és itt már 8 GB RAM-ot kapunk. A kamerák terén történt némi módosítás, ugye 3 helyett 2-t kapunk, van egy 48 megapixeles főkameránk, egy 8 megapixeles széles látószögű, valamint a normál mélység kamerát itt felváltotta a 3D TOF kamera, ami szintén a mélységérzékelésben segít, de sokkal megbízhatóbban és jobban működik az előző telefonok megoldásaihoz képest. Remélem, hogy ezzel az összefoglaló videóval tudtam nektek segíteni, hogyha eddig bizonytalanok lettetek volna, hogy melyik A-szériás telefont vásároljátok meg. Én az összes készüléket kipróbáltam és használtam, mindegyikről készítettem egy külön videót a csatornámon, be fogom linkelni a leírásba, úgyhogy ha valamelyik titeket jobban érdekel, akkor meg tudtok róla nézni egy teljes tesztet. Én köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a harangot, kövessetek be Facebookon és Instagramon, ott kaphatok információt, hogy mi lesz a következő videómnak a témája, és tudjátok, amíg nem találkoznánk, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!